össze lehetne foglalni, hogy a kiskert tulajdonosainak mi a teendője ilyenkor, még a fagyok beálltáig, akkor mit lehetne mondani, mit kell ilyenkor elvégezni? Van még olyan gyümölcs, ami még a fáma, meg kell várni ahhoz, hogy dél ünnevezet megcsipi, ez a naspolya. Nekem is van egy fám, naspolya, az nagyon szép termés van rajta, de akkor édesedik be a naspolya, amikor a dél tulajdonképpen megcsipte. Akkor cukrosodik be tulajdonképpen, akkor lesz finom édes íze neki, és akkor nagyon könnyen utána le is lesz szedni, leszedjük, és lehet belőle csinálni. Van, aki úgy is szereti, hogy rendesen lesz egy helyjárt neki, van benne egy mag, és az körbe rágja. Egyébként nagyon finom, meg azt mondják, hogy meg azt írja az internet is, hogy egy egészséges gyümölcs. Nagyon kevés tulajdonképpen munkát igényel. A tavaszi metszésnél arra kell ügyelni, hogy nem szabad a végeket visszacsípni, mert jövőre például így fogja hozni a következő hajtát. Mindenhol, ahogy látjuk, tehát azokon a új hajtás végeket hozza az előző terméseket. A dió, azt már összeszedtük, a diófa leveleket kell összeszedni. A diófa levélnél nyugodtan lehet komposztba tenni, csak további időt vesz igénybe, mire kialakul a komposzt a dió levélből, és célszerű keverni másik fajta levelekkel is, és általában másfél-két év alatt el komposzt lett belőle a dióból is. A többi fa leveleket is szintén komposzt gyűjtőhelyre szoktuk tenni, azt lehet később is csinálni, tehát ezután is nyugodtan lehet csinálni, összegereblézni, nagyon egyszerű összekészíteni egy komposzt halmot, esetleg egy komposzt sarkot, esetleg dróthálóból megcsinálni egy komposztálót, és akkor abba szépen a faleveleket összegyűjteni, és már jövő ősszel már ki lehet szórni akár a fák alá, akár pedig a kertbe, konyhakertbe is például. Ez a komposzt, ez már most már egy jó pár éves van, és ide gyűjtöttük össze a leveleket, a gyesedékeket, akkor a fű kaszálékot, akkor még valamikor volt szöllőm, itt egy pár tőke, annak a levágott hajtásait, és akkor így kialakult a gyönyörű finom humusz, és ez tökéletesen jó volt a talajjavításra. Még a fagyok előtt el kell végezni egy permetezést is, ez minden fára javasolt? Igen, minden fára és bokorra. Én fagyok előtt már elvégeztem az őszi lemosó permetezést. Az őszi lemosó permetezés azt jelenti, hogy lemosásszerűen kell permetezni. Rézként használunk. Nem csak a fákra kell, hanem a bokrokra kivételt képeznek az örökzöldek, de például a ribizli bokorra, egres bokorra, minden további nélkül kell használni, mert ezek a lemosó permetezések, ezek tulajdonképpen megalapozzák jövő évben a növényvédelem egyik alapját. Azt látom, hogy már fehérek a fatörzsek itt a kertben. Ez mi is pontosan? Én minden ősszel, tél előtt leszoktam meszelni a fáknak a törzsét. Akkor érdemes meszelni, amikor száraz az időjárás, és minél hamarabb a mész megszárad. Mert hogyha ugye nedves az időjárás, vagy nehogy Isten még eső jön egy pár órán belül, akkor természetesen nem lemossa. Na most akár kétszer is meg lehet ismételni a meszelést, de nem szabad 7-8% túl erősebb méztejet csinálni. Ez az a arány, amit tulajdonképpen a víz-méz arányban össze kell keverni, és akkor utána el lehet kezdeni szépen, és egy olyan kefével elkezdeni, és gyönyörű szépen. Az nem baj, hogyha lemegy a talajra, mert megakadályozza, hogy elsavasodjon a talaj. Tulajdonképpen ennek két nagyon fontos oka van. Az egyik az, hogy a falnak a törzse ne melegedjen olyan hirtelen föl. Tehát a napfényt ugye visszaveri, a hőt visszaveri, és nem melegszik olyan hirtelen föl. Ezért, hogyha télen nagyon hideg van és át van fagyva esetleg a fának a héja, törzse, abban az esetben, hogy a nap éri, akkor fölmelegszik különösen az egyik oldal, a hátsó oldal, az északi oldal kevésbé, és ez repedést okoz a fánál, amely már utána a különböző gombabetegségeknek a fészkele lehet.
Másik előnye pedig az, hogy mivel ugye visszaver a napfényt tavasszal, kicsit talán később indul be a nevkeringés a törzsbe, ezáltal később fog virágzani, talán a korai fajnál is, ha szerencsénk van, elérjük azt, hogy a mi kertünkbe még nem virágzott ki a gyümölcsfa, mert ugye le van meszelve, és később indul meg neki a nevkeringése. Ilyenkor még a fagyok beálltáig a talajt is elő lehet készíteni a tavasz időszakra? Igen, az ősszel a talaj előkészítés a konyhakertnél is, a gyümölcsfáknál is nagyon fontos a utánpótlás, a tápanyag utánpótlás az ősszel. Ősszel használjuk a szerves trágyát. Én legalábbis szerves trágyát használok, műtrágyát abszolút nem használtam, még eddig nem is fogok, hanem a szerves trágyánál őszi beszántás, beásás, ez fontos. És tulajdonképpen konyhakertnél már lehet ilyenkor az ősszel van őszi fokhagyma, amit el lehet, akkor el szokták vetni a zöldséget, sárgarépát, meg elég sok a fánál, a fáknál, mivel én egész nyáron múcsozom, tehát azt jelenti, hogy azokat az ágakat, amelyek nyár tavasszal keletkeznek, azokat géppel összevágom, és azok kerülnek a takarásra, fa aljára. Utána kerülnek rá azok a fű nyesedékek, amelyek a kertbe keletkeznek, már pedig elég sok keletkezik, mert elég sokszor kell kaszálni, és az kerül rá, úgyhogy következő évre ezek már humusszá alakulnak át. Így lazítom meg a fák alját, mivel ez múcsozva és fügyesedékkel volt, ugye, leülepedett, azért, hogy levegőt kapjon, oxigént kapjonak az élet, a talajban lévő élet, a bogarak, a gombák, az egyéb más, azt így meglazítom. Tehát nem fordítom át, hanem én csak ennyire szoktam meglazítani, így nem is bántom a gyökerét a fának. Van, aki azt is csinálja, hogy körbeássa mondjuk a gyümölcsfáját, és akkor oda szerves tárgyát rak be. Ez is egy megoldás? Ez is egy megoldás, igen. Arra kell vigyázni a fiatal fáknál, ezt tapasztalatból mondom, hogy nem szabad nagyon mélyen ásni. Mert tudni kell, hogy a gyökerek eléggé fönn vannak, és megsértjük akkor a gyökereket. Jártam már így fiatalom a fánál, hogy nem én ástam, valakivel ásattattam, és sajnos nagyon-nagyon közel ment, és azokat a hajszálgyökereket megsértette. Inkább sekélyen kell, és úgy kell beforgatni a szerves trágyát, vagy a humuszt. Például a humusz a tökéletes. Most, mivel már ugye az égetés nincsen, nem is szabad égetni, meg kár lenne egyébként égetni azokat, ami itt terem, az kerüljön vissza ugyanúgy a talajba, és ugyanott kerüljön vissza a talajba, ahol keletkezett.